Jó napot kívánok, ez a Sopron Televízió és benne a mozaik. A következő percekben a felelős kutyatartásról fogunk beszélgetni, és szóba kerül majd sok-sok egyéb kutyás téma is. Vendégem Pál Falvi Edith kutyatréner. Szervusz, köszöntelek! Szervusz, köszönöm szépen, hogy meghívtatok! Mi kezdjük minyárt azzal a hírrel, ami nemrég robbant, hogy Bécsben kutya kötik a kutyatartást erre mi szükség volt, mit lehet tudni erről a rendeletről? Ez igaz is, meg nem is, de gyakorlatilag vannak olyan kutyafajták, tartományonként meghatározva Ausztriában és Németországban, akikhez kutyavezetői engedély kell, tény és való. Ezek azok a kutyák, amiket általában ilyen harci marciknak szeretnek az emberek gondolni. Jó, hogyha tudja az ember, hogy egy ilyen kutyával hogyan érdemes és kell viselkedni. És szerintem meg az, hogy nekik van jogosítványuk, a többieknek is egy megnyugtató kérdés. A másik pedig, hogy kedvezményekhez kötötték. Tehát, hogyha valaki elvégez egy ilyen tanfolyamot és jogosítványt szerez, akkor olcsóbb a biztosítás, kevesebb az adó. Tehát különböző tartományokban másképp díjazzák ezt. Van ilyen, van ilyen. Talán Sopronban is érdemes lenne. De azért is kezdtem ezzel, mert hogy ugye felelős kutyatartásról beszélünk, akkor ez az intézkedés is ezt célozza. Feltételezem, hogy a gazdik minél felelősség teljesebben tartsanak kutyát. Itthon szerinted mi a helyzet? Érdekes dolog, az ilyen tanfolyamok keretében, amik ehhez a kutyajogosítványhoz vezetnek. Ez egy négy, négy órás kis tanfolyam, és ugyanúgy ha hozzátartozik az, hogy egy kutyát mennyit kell sétáltatni, ugyanúgy hozzátartozik az, hogy az embernek a kutyája van, akkor milyen orvosi kötelezettségei vannak, és az is, hogy fel kell magunk után szedni a kutyapiszkot. Tehát, hogyha így veszük, jó lenne, hogyha minden kutyás tisztában lenne ezekkel a dolgokkal, és valóban itt Magyarországon is, Sopronban is el kellene az, hogy minden kutyás, aki kutyát vezet, kutyát tart, az pontosan tudja azt, hogy milyen oltásokat kell a kutyának beszereznie, hogyan viselkedünk egy ö, ö, közterületen a kutyával, hogyan sétálunk, és hogyan hagyunk rendet magunk után. Ugye te kutyatrénárként rengeteg kutyával találkozol a munkád során, de gondolom, hogy az utcán is, ha közlekedsz, akkor, akkor ilyen szakmai szemmel nézed a kutyákat, gazdikat. Mi a tapasztalatod egyébként, mi a legnagyobb probléma? A legnagyobb probléma az az, azt hiszem, hogy valahogy attól, hogy az embernek kutyája van, attól átkapcsol az embernek az agya néha ilyen kutyás rendszerben, és a saját kutyáját megméri valami szerint. És azt gondolja, hogy az én kutyám nagyon okos, és azért, mivel az enyém nagyon okos, nagyon fegyelmezett, más szabályok vonatkoznak rá, mint mondjuk a többi kutyára. Pórezni a nélkül sétáltatja, mert hogy úgyis visszajön meg hogy behívható. Én meg azt gondolom, hogy nem. Tehát mi azt hiszük, azt valljuk, hogy ez egy okos törvény, hogy a kutyát pórázon sétáltatjuk, nem azért, mert a kutya buta. Van egy-két kutya, aki szerintem okosabb, mint egy-két ismerősöm, Te ebben biztos vagyok, csak egyszerűen nem döntésképesek. Tehát nem tudja eldönteni, hogy nekem a szabad elindulni, nem szabad. Ha ott a póráz, akkor azt én el tudom. Ezt a felelősséget leteszem a, leveszem a válláról. Ez olyan, mint amikor az ember fogja a hat éves kisgyereknek a kezét. Az is okos, de mégiscsak el kell, hogy tudjam dönteni, hogy ő most leléphet az autó elé, vagy nem léphet le. Nem csak kutyatréner vagy, hanem vadásztok is a férjeddel, így aztán az erdei viselkedésről is vannak tapasztalataitok. Ott ott, hogy látjátok a helyzetet, ugye ott azért gyakrabban és szabadabban elengedik a kutyákat a gazdik, mert azt gondolják, hogy ott túl nagy kárt nem tudnak okozni. Ez egy nagyon kényes téma. Azt gondolom, hogy a kutyáknak rendkívül nagy a mozgásigénye. Attól függően, hogy hogyan neveljük föl, sokkal több, sokkal kevesebb is lehet. És kétségtelen, ha az ember egy kutyával él együtt, akkor kötelessége elvinni sétálni a szabadba. Viszont azt is tudnunk kell, hogy akárha csak Sopront nézzük, a Sopronban lévő összes kutya már annyira rengeteg, hogy a környéki erdők nem bírják ezt el. Tehát képtelenség úgy e, képzelni, hogyha én most kilépek a város peremén, akkor onnantól kezdve szabadon szaladgálhatnak a kutyáim. Ráadásul a Soproni erdők vadban gazdagok, és ők ott élnek. Ha én szabadon engedem a kutyámat szaladgálni, akkor az ő területüket fogja fölzavarni. Zavarni fogja őket, nem tud pihenni, nem tud elhúzódni a vad. Mindenhol szagnyomot, hogy a kutya, ettől a vad is elszorul, máshova kell neki költöznie, de vannak olyan területtartó vadfajok, amelyek nem tudnak hova menni. És nem tudjuk azt mondani, hogy oké, okay, én kincsétáltatom az ajtozi környékén a kutyámat szabadon, ő ott szaladgál, addig a vaddisznokon, de a nappaliba. Tehát vendégként kell ott is viselkednünk. Elengedhetem a kutyámat, nem szabad, kétségtelen, de mondjuk, hogyha úgy döntök, hogy egy olyan belátható területen, ahol tényleg nem zavar fel semmit, mert egy, egy réten, ahol tudom, hogy nem mehet be a fák közé, szemmel tartom a kutyámat, és a kutyám annyira jól levált, hogy egy szóra megáll és visszajön, akkor előfordulhat. De egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok jó eszköz van. Tehát tudom magamat egy övvel és egy hámmal kapcsolni a kutyámmal, tehát tessék együtt futni. Ez egy nagyon-nagyon jó munka, és akkor tényleg a turista utakat használom, és úgy viselkedem az erdőben, mint egy jó vendég. Hogyha már felelős kutyatartásról beszélünk, akkor talán a jó irányt mutatja az, hogy egyre többen vesznek részt, és egyre többen jelentkeznek ilyen kutya kutyaiskolákba, sőt kutya óvodákba is. Ti is tartotok ilyet. Mi a tapasztalatotok valóban? Egyre több, többen szeretnék ezt igénybe venni? Én azt látom, hogy Sopronnak több jó kutyaiskolája van. Tehát mi is március elején indítunk tanfolyamot. Az összes többi kutyaiskola is négy-öt már most elkezdte a tavaszi tanfolyamait hirdetni, és az, hogy ezek az iskolák vannak, ez azt jelenti, hogy valóban vannak olyan emberek, és hogy ennyien vannak, egyre több olyan ember van, aki, aki szeretné a kutyáját Szocializálni, ugye, hogy szakzsargont használjunk, szeretné megtanulni a kutyája viselkedését, és szeretné jó gazda lenni. Igen, én azt gondolom, hogy egyre több a felelős ember. Egyébként miért fontos ez? Tehát ö, megtanulja a kutya azt, amit otthon nem tudunk neki megtanítani, vagy ugye szokták azt is mondani, hogy itt inkább a gazdit tanítjátok? Mind a kettő igaz. Sok esetben a gazdának kell megtanulni azt, hogy a kutyától hogy kérje azokat a dolgokat, amiket a kutya alapjában véve tud csak egy kicsit segíteni kell neki, hogy úgy csinálja, ahogy ezt egy városi kutyától elvárja az ember. Másrészt, ugye vannak olyan dolgok, amiket nem tudok otthon megtanítani a kutyának. Az, hogy más kutyák közösségében hogy viselkedjen, hogy kisebb-nagyobb kutyák közösségében hogyan viselkedjen. Ezt nem tudom megtanítani, hiszen otthon esetleg jó esetben egyedül ő van, vagy van egy kis kutya pajtása. Tehát azt, hogy egy kutya futtatóra kvázi előképezzük a kutyát, ez ennek jobb tere, azt hiszem, hogy a kutya mert ott nem ér meglepetés, ott a trénerek mindig szemmel tartják őket annyira, amennyire ez szükséges. És személyre szabottan foglalkoztok a kutyákkal, amit Ö, nagyon érdekes, mert hogy biztos, hogy másképp kell foglalkozni egy kis tacskóval, meg egy nagy, mondjuk egy harci kutyával, mert hogy akár ők össze is kerülhetnek egy ilyen csoportban. Így van, bár harci kutyák nincsenek. Harcra képzett kutyák vannak. Vannak bizonyos fajták, amiket szívesebben foglalkoztatnak harci kutyaként, de alapból egy kvázi harci kutya az korán az. Tehát mondjuk nekem, házőrző. mondjuk, Vagy mondjuk fogadani. házőrző, tehát nekem például nagyon kedves Amstaff barátaim vannak, ez egyik legkedvencebb bemutató kutyánk is egy Amstaff, akiről első sorban az emberek megrökönyödve azt mondják, hogy úristen, hát ez mi ekkora széles száj van, mint krokodilnak. Tehát, és nem, egy nagyon kedves bájos kutya, mert arra lett nevelve. Igen, mi külön-külön próbálunk minden kutyának és gazdának találni egy olyan módszert, amivel ők ö, haladnak nem is azt szeretnénk, hogyha ilyen nagyon pattogósan dolgozó, rendkívül fegyelmezett kutyák kerülnének ki tőlünk, hanem olyan kutyák, ami a gazdának és a kutyának is jó, és a környezet számára sem jelent terhet. Innentől kezdve ez a kutyagazda jó. És nagyon sok módszer van. Bizonyos kutyaiskolák bizonyos módszerek szerint szoktak általában dolgozni, Nálunk már több mint 800 kutya fordult meg az elmúlt években. Mi azt tapasztaltuk, hogy nincsen egy egyetemleges módszer, ami minden kutyára jó, de van egy módszer, ami annak a kutyának megfelelő lesz, és ezt próbáljuk általában megkeresni. És még csak nem is a kutyánhoz, hanem azt a kutya gazdapárost kell összehangolni. Mert lehet, hogy a kutya önállóan teljesen jól működik, a gazda önállóan teljesen jól működik, össze kell őket egy kicsit csiszolni. Milyen eredménnyel szoktak zárulni ezek a tanfolyamok? Tehát amikor vége van, akkor, akkor honnan, hova jut el egy gazdi és egy kutyuspáros? Nálunk a tanfolyam végén nem vizsga van, hanem általában versenyek. Tehát különböző versenyszámokban mérik össze a kutyák, azt meg a gazdák, hogy mit tanultak. Behívó verseny, helyben maradó verseny, magasugró verseny, akadályverseny. Tehát olyan versenyek, ahol egyfajta összhangot mér fel az ember. És az a kutya csapat, amelyik az első nap bejött, és egymásra csaholva gyakorlatilag üvöltött a póráz végén. A tanfolyam végére általában képes a helyben maradási versenyen részt venni, ami azt jelenti, hogy különböző helyekre lefektetve türelmesen várni, hogy felkelhessenek. És néha saját magunk számára is meglepő, hogy a behívó versenyt egyszer például egy olyan tacskó nyerte, aki eddig nálunk a csúcsot tartja, mert az első alkalommal, az első behívó próba alkalmával 47 percig üldözte a teljes kutyáiskola, mire meg tudtuk fogni, és ennek nagyon örült és a végén a behívó versenynek őrette a, a győztese. Tehát nagy fejlődések vannak, de mindenki a saját magához mértet fejlődi. Vannak olyan kutyák, akik eleve úgy jönnek oda, hogy mindent tudnak, meg a gazda is mindent tud, csak szükségük van társaságra. Ők pont ezt kapják a tanfolyam alatt, hogy a jó társaságban fejlődnek még valamiben. Kik mehetnek, kiknek ajánljátok, ugye egészen kiskölyök kutyáknak is van erre lehetőség, de mondjuk egy idősebb kutya is mehet, akit eddig kicsit elhanyagoltak, kicsit magába volt, de most valami változás folytán úgy dönt a gazdi, hogy szívesen képezni. A kutyák nagyon jó fejek, mindegyiken van reset gomb. Tehát olyan nagyon elrontani egy kutyát nem lehet, vagy el lehet, de meg lehet találni hozzá az utat, hogy ezt a ezt a nem kívánatos viselkedést az ember kivezesse a viselkedései sí repertoárjából. Tehát én azt gondolom, hogy bárki. Amikor vége van egy kiskutyának az oltási sorozatának, tehát azt mondja az állatorvos, hogy a vakcinázások megtörténtek, nyugodtan mehet környezetben, kutyás környezetbe, onnantól kezdve szeretettel várjuk. Nálunk az OVI ez nem annyira nagyon-nagyon komolyan behatárolt. Tehát elméletileg ugye négy hónapostól hét hónapos korig várjuk az oviba a, a kiskutyákat. De nem életszerű, hogyha mondjuk egy négy hónapos vagy hat hónapos tacskó együtt ovodázik, mondjuk egy hat hónapos Bernát hegyivel. Nem társai egymásnak, ilyenkor van olyan, hogy inkább egy kis alaptan szervezünk a nagyobb testű, korábban érő kutyáknak, és a kicsiket még hagyjuk egy picit játszani, aztán utána szépen összenő ez a csapat, és mindenki belenő abba a, hely, abba a, csoportba, ami igazán neki való. Még maradt egy kis időnk, mert hogy egy könyv is fog születni a felelős kutyatartásról. Miről írsz könyvet? Hasonló. Én a vadászkutyákról, a vadászkutya a családban címmel kezdtem el egy könyvet írni, egész egyszerűen azért, mert azt tapasztalom, hogy manapság, aki vadászkutyát fogad magához, a legszerencsésebb vadászkutya is egy évben maximum 10-12 napot vadászhat. Az év nagy részében mondjuk erre készül, hogy ő majd akkor a 10-12 napot vadászni fogja, de ez nem igaz. Ők családi kutyák. Ők már régesrég nem munkatársak, hanem hanem társállatok, családtagok. És ezt a kettősséget kell valahogy összeszervezni, hogy a vadászkutyáinkat is úgy tudjuk képezni, hogy, hogy közben családtagok maradhassanak. Közben azokat a módszereket tudjam náluk bevezetni, amivel... Megtartom ezt a mélységes bizalmat és szeretetet, ami a gazda és a kutya között kialakult. És azt gondolom, hogy ehhez érdemes egy könyvet megírnom. Ráadásul nagyon sok élményanyaggal vagyunk teli, tehát próbálunk minden esetben, minden fejezethez egy történetet is csatolni, amikor pontosan ezt példázza, amit éppen átadni szeretnénk, azt a módszert, vagy azt a tréningrendszert, vagy azt éppen azt a képzési pontot amit az, az első részben leírtunk, teszünk hozzá egy kutyás történetet, hogy pontosan lehessen érteni, hogy mit szeretnénk mutatni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy mindezt elmondtad. Én köszönöm a lehetőséget. Pál Falvi Edith volt a vendégünk. Maradjanak velünk, ezt a beszélgetést egyébként megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Viszontlátásra!